Fogadják nagy szeretettel dr. Michael Gregort. To Dr. Michael Greger! Természetesen, ha lenne valamilyen biztonságos, egyszerű mellékhatásoktól mentes megoldás az elhízás járványra, mostanára már tudnánk róla, igaz? Én nem vagyok ebben olyan biztos. Akár 17 év is eltelhet, mire kutatási eredmények beépülnek a mindennapi klinikai gyakorlatba. Hogy olyan példát említsek, amely különösen megrendítő volt a családom számára, vegyük a szívbetegséget. Tudják, évtizedekkel ezelőtt dr. Dean Ornish és munkatársai a világ egyik legrangosabb orvosi folyóiratában publikálták annak bizonyítását, hogy ez a vezető halálok mindössze étrenddel és életmódváltoztatásokkal visszafordítható. Mégis alig változott valami. Még most is amerikaiak százezrei halnak meg feleslegesen egy olyan betegségben, amiről évtizedekkel ezelőtt megtudtuk, hogy visszafordítható. Valójában ezt a saját szememmel láttam. A nagymamámat végső stádiumú szívbetegségből gyógyította meg Dean egyik elődje, Nathan Pritikin, hasonló módszerekkel. Tehát ha férfiak és nők első számú gyilkos betegségének gyógymódját ilyen simán figyelmen kívül hagyják, vajon mi minden lehet még az orvosi szakirányban, ami segíthetne a betegeimnek, csak nem tudunk róla, mert nem áll mögötte vállalati büdzsé. Nos, az életem küldetésévé tettem, hogy kiderítsem. Elsősorban ezért lettem orvos, és ezért indítottam el non-profit weboldalamat, a nutritionfact.org-ot. Ezen a weboldalon minden ingyenes. Nincsenek hirdetések, nincs vállalati szponzorálás. Szigorúan nem kereskedelmi jellegű, nem árulunk semmit. Egyszerűen közszolgálati célból, szeretetből, a nagymamám tiszteletére teszem. Új videók és cikkek kerülnek felszínre minden nap a legfrissebb bizonyítékokon alapú táplálkozási ismeretekről. Micsoda koncepció! Rendben, lássuk, mi a tudomány szerint a fogyás legjobb módja. Aki sikertörténeteket és előtte-utána képeket szeretne, rossz helyre jött. Nem érdekelnek a történetek, engem csak a bizonyítékok érdekelnek. Amikor olyan élet-halál fontosságú döntéseket hoz, mint az ön és családja egészsége és jólléte. Valójában egyetlen fontos kérdés van, mit mutat a jelenleg rendelkezésre álló legjobb bizonyítékok egyensúlya. A probléma az, hogy nem elég pusztán a szakértői értékeléssel működő orvosi szakirodalomhoz ragaszkodni, mivel az elhízással kapcsolatos hamis és tudományosan megtévesztő, nem alátámasztott hitek áthatják a tudományos folyóiratokat is, az igazság feltárásának egyetlen módja, tehát ha mélyre ásunk az elsődleges irodalomba, és elolvassuk közvetlenül az összes eredeti kutatást. De kinek van erre ideje? Az elhízásról több, mint 500 000 tudományos cikk létezik, és további 100 új cikk jelenik meg minden nap. Talán még a szakterület kutatói sem tudják nyomon követni, hogy saját szűk kutatási területükön kívül mi történik. De mi pont ezt csináljuk a nutritionfact.org-nál. Évente több 10 000 tanulmányt olvasunk át, hogy önöknek ne kelljen. Nagyon szép. És valóban eltemetett adatok kincses tárházát vettük fel, mint például a mai beszédemben érintett egyszerű fűszereket, amelyek randomizált, kettős vak placebo-kontrollos vizsgálatokban bizonyítottan felgyorsították a fogyást napi néhány filléres költséggel, de annyira kevés bennük a profit potenciál, hogy nem csoda, hogy ezek a tanulmányok soha nem kerültek nyilvánosságra. Azonban az egyetlen nyereség, ami engem érdekel, az az önök egészsége. Ez az oka annak is, hogy a könyveimből, nyilvános előadásaimból és DVD-imből származó bevételeim 100%-át jótékonysági célokra adományozom. Én azt akarom megtenni az ön családjáért, amit Pritikin tett az én családomért. Na jó, de a fogyás nem csak arról szól, hogy együnk kevesebbet és mozogjunk többet? Mármint egy kalória az egy kalória, nem? Ez az, amit az élelmiszeripar szeretne elhitetni velünk. Az az elképzelés, hogy minden kalória ugyanúgy hizlal bármilyen forrásból származik, az élelmiszeripar által hangoztatott mondás, amivel a felelősség alól mentik fel magukat. A Coca-Cola még egy hirdetést is feladott kihangsúlyozva, ezt az egyszerű józan ész diktálta tényt,
Ahogyan a Harvard táplálkozási karának jelenlegi és korábbi elnökei mondták, az iparág központi érve az, hogy túl sok kalóriafogyasztás a répából nem különbözik attól, mintha túl sok kalóriát fogyasztanánk üdítőitalból. Ha minden kalória csak egy kalória, akkor miért számít, hogy mit teszünk a szánkba? Vizsgáljuk meg ezt a sárgarépát és a Coca-Colát összehasonlítást példának. Igaz, hogy szigorúan ellenőrzött laboratóriumi körülmények között 240 kilokalória sárgarépa, ez 10 sárgarépa, ugyanolyan hatással lenne a kalória egyensúlyra, mint 240 kilokalória egy üveg kólában, de ez az összehasonlítás nem állja meg a helyét a való világban. A folyékony cukor kalóriákat kevesebb, mint egy perc alatt meg lehet inni, de 240 kilokalória sárgarépa elfogyasztása több mint 2,5 órányi folyamatos rágást igényelne. Nem csak, hogy megfájdulna az állkapcsunk, de 240 kilokalória sárgarépa vagy 5 csészét tesz ki, talán nem is tudnánk mindet megenni. A gyomrunk befogadó képessége korlátos. Miután megtöltöttük, a gyomorfalban lévő tágulási receptorok jelet küldenek nekünk, hogy már eleget ettünk, de a különféle ételekből egy gyomornyi mennyiség eltérő számú kalóriát tartalmaz. Egyes ételekben több kalória van csészénként, kilonként és falatonként, mint másokban. Ez a kalóriasűrűség fogalma. Egy adott mennyiségű ételben lévő kalóriák száma. Közel 1,5 kilogramm az, amennyit egy átlagos amerikai ember megeszik naponta. Amint láthatják, például az olaj magas kalóriasűrűségű, ami magas kalóriakoncentrációt jelent. Sok kalóriát tartalmaz kis helyen, így ha csak egy evőkanálnyi olajat teszünk az ételünkre, már is több, mint 100 kalóriát adunk hozzá. Ugyanennyi kalóriáért ehettünk volna helyette például 2 csésze szedret, ami alacsony kalóriasűrűségű étel. Tehát ez a 2 étel ugyanannyi kalóriát tartalmaz. Azt az evőkanálnyi olajat lenyelhetjük anélkül, hogy bármit is éreznénk a gyomrunkban, még pár csésze bogyósgyümölcs elfogyasztásától elkezdenénk jól lakni. Ezért igen, biokémiai szempontból minden kalória egy kalória, de ugyanannyi kalóriafogyasztása különböző ételekben különböző hatásokkal járhat. Az átlagos emberi gyomor körülbelül 4 csésze étel befogadására képes, tehát egy teli gyomornyi eper fagylalt például kimaxolhatja a teljes napi kalóriabevitelünket. Ugyanazon 2000 kilokalóriáért, ugyanazon 2000 kilokalória eléréséhez viszont magából az eperből 44 csészényit kellene enni. Ez 11 gyomornyi. Bármennyire is finomak a bogyós gyümölcsök, nem hiszem, hogy képes lennék naponta 11-szer pukkadásig tölteni velük a gyomromat. Egyes ételekből egyszerűen lehetetlen túlenni magunkat. Annyira alacsony a kalóriasűrűségük, hogy fizikai képtelenség eleget enni belőlük, akár csak a testsúlyunk fenntartásához. Egy laboratóriumban minden kalória egyenlő, de az életben messze nem ez a helyzet. Hagyományos fogyókúrák az ételmennyiség csökkentésére összpontosítanak, de tudjuk, hogy az egyél kevesebbet megközelítéstől az emberek sokszor éhesek és elégedetlenek maradnak. Hatékonyabb megközelítés lehet, ha korlátozásról a hangsúlyt egy pozitív, egyél többet üzenetre helyezzük át, ahol egészséges, alacsony kalóriasűrűségű ételek evésére buzdítjuk őket, de nem tudhatjuk biztosan, amíg le nem teszteltük. Hawaii kutatók megpróbálták az embereket hagyományos étrendre állítani, egy hawaii étrendre, ahol annyi növényi ételt ehettek, amennyit tudtak, korlátlan mennyiségű gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiürülésű gabonát és babot. És a vizsgálati alanyok átlagosan majdnem 8 kg-ot fogytak, mindössze 21 nap alatt. A kalóriabevitel 40%-kal esett vissza, de nem azért, mert kevesebb ételt fogyasztottak. 3 hét alatt közel 8 kg-ot fogytak, miközben többet ettek, körülbelül napi 2 kg ételt. Hogy lehet ez? Mivel a teljes értékű növényi ételek általában nagyon alacsony kalóriasűrűségűek, telehetjük magunkat velük anélkül, hogy gyarapodna a súlyunk. 3 hét alatt közel 8 kilót fogytak, miközben több ételt ettek. Ezért hamarosan érkező új könyvemben a Hogyan ne fogyókúrázz, ami miatt nagyon izgatott vagyok, az alacsony kalóriasűrűség is szerepel a 17 összetevő listáján, ami kell egy ideális fogyókúrás étrendhez. Már említettem, úgy tűnik, hogy az amerikaiak átlagosan napi 1,5 kilogrammot esznek. Tehát, ha inkább ezeket az ételekhez esszük, érthető, hogyan lehet több ételt enni és közben fogyni.
Egy jövő hónapban publikálandó mérföldkő jelentőségű tanulmány megállapította, hogy még ugyanannyi kalóriát, sót, cukrot, zsírt, rostot és fehérjét tartalmazó étrend esetében is a feldolgozott élelmiszerek súlygyarapodáshoz vezettek, 2 héten belül 1 kilogramm. Még a feldolgozatlan ételek fogyáshoz, 1 kilogramm lefelé ugyanazon a 2 hét alatt. Itt van az egyik feldolgozott ételekből álló étkezésük, ami valószínűleg egészségesebb, mint amit a legtöbb ember eszik. Az alacsony zsírtartalmú görög joghurt, sült burgonya chips, cukormentes diétás limonádé és pulyka húsos szendvics, ami ugyanannyi kalóriát tartalmaz, mint ez a feldolgozatlan ételekből álló étkezés, amit a másik csoportban ettek. Egyfajta délnyugati előétel jellegű saláta fekete babbal, avokádóval, diófélékkel. Ez a kalóriasűrűség hatása. Ugyanannyi kalória, de egyszerűen több étel. Nem csoda, hogy jól laktak tőle. És 2 hét alatt 2 kilogrammal könnyebbé váltak a másik csoportnál, miközben több ételt ettek. Szóval, hogyan csökkentjük az étrendünk kalóriasűrűségét? Nos, egy gyors pillantás a skála 2 végére már is 2 megoldást kínál. Hagyjuk el a hozzáadott zsírokat, és adjuk hozzá az elhanyagolt zöldségeket. Az első módszer. Titokban tegyük az embereket viszonylag alacsony zsírtartalmú étrendre, és általában minden nap veszítenek a test zsírjukból annak ellenére, hogy annyit ehetnek, amennyit csak akarnak. De ha ehelyett ugyanazokat az embereket ugyanazon ételekkel etetjük, de ezúttal annyi zsírt és olajat rejtünk az ételükbe, hogy ez magas zsírtartalmúvá változtatja az étrendjüket, akkor minden nap növekszik a test zsírjuk. Egy híres börtönkísérletben Vermontban a sovány fogvatartottakat napi 10 000 kilokalóriával etették túl, hogy megpróbálják kísérleti úton elhízottá tenni őket. Ez meglepően nehéznek bizonyult. A legtöbben elkezdtek rettegni a reggelitől, és önkéntelenül is kihányták. A kutatók megtapasztalták, milyen nehéz az embereket szándékosan felhízlalni, kivéve, ha sok zsírt etetnek velük. Ahhoz, hogy ugyanazt a 14 kg súlygyarapodást az étrendjükhöz adott zsiradékkal érjék el, mindössze 40 000 többlet kalóriát kellett velük megetetni. Amikor az extra kalóriák hozzáadott tiszta zsír formájában érkeztek, 100 000-rel kevesebb kalória kellett hozzá, hogy ugyanannyit hízzanak. Nem minden kalória egyenértékű, attól függ, hogy mit eszünk. Ebben az esetben a zsírtartalom csökkentésével konkrétan eltüntettek 100 000 kalóriát. Ezért van a listámon a kevés hozzáadott zsír, mint az ideális súlycsökkentés egyik összetevője. Ezért van a listámon a kevés hozzáadott zsír, mint az ideális súlycsökkentés egyik összetevője. Van azonban 2 fontos kivétel. A csökkentett zsírtartalmú felirattal ellátott, feldolgozott élelmiszerek gyakran annyira sok cukrot tartalmaznak, hogy ugyanannyi kalóriát tartalmazhatnak, mint a magasabb zsírtartalmú termékek. A snackwell zsírszegény sütijei például fontonkénti 1700 kilokalóriájukkal ugyanolyan kalóriasűrűségűek, mint egy túrós batyú. Az alacsony zsírtartalmú szabály aluli másik kivétel az, hogy a zöldségek kalória sűrűsége annyira alacsony, hogy még egy magas zsírtartalmú zöldség étel is, mint például az olajos brokkoli fokhagymamártással, összességében alacsonyabb kalória sűrűségű. Ezzel pedig megérkezünk a kalória sűrűség csökkentésének másik stratégiájához. A zsírok elhagyása helyett hozzuk be a zöldségeket. A kalória sűrűség szempontjából a legnagyobb hatása nem is a zsírnak, hanem a víztartalomnak van. Mivel a víz növeli az étel tömegét és térfogatát anélkül, hogy kalóriát adna hozzá, a legnagyobb kalória sűrűségű ételek és étrendek általában azok, amelyek szárazak. A zöldségek viszont több mint 95%-ban vizet tartalmaznak, és nem csak a jégsaláta, uborka, zeller, tarlórépa, főtt kínai kell, pakcsoj, nyári tök, cukini, babcsira és bambuszrögy, mind akár 95%-os víztartalommal bírnak. Alapvetően ez mint zöldség formájában tálalt víz. Gyakorlatilag egy nagy tál vízben gazdag zöldség nem más, mint egy nagy tál csapdába ejtett víz. A kalória sűrűségre gyakorolt hatásuk annyira drámai, hogy az élelmiszeripar be is akar szállni a játékba. Úgy gondolják, hogy használhatnának nanotechnológiát, hogy a zeller szárához hasonló szilárd feldolgozott ételt hozzanak létre önrendeződő vízzel töltött nanocellákkal vagy nanocsövekkel.
Nem szükséges, hogy törjük magunkat, mivel az anya természet már rég megalkotta. Amikor több tucatnyi közönséges ételt összehasonlítva azt vizsgálták, hogy mennyire képes órákon át jól lakottság érzetet adni az embereknek, a legmeghatározóbb nem az volt, hogy mennyire kevés zsírt tartalmaznak, vagy mennyi fehérjét, hanem hogy mennyi bennük a víz. Ez volt az első számú előrejelzője annak, hogy mennyire laktató az étel. Ezért szerepelnek a listámon a magas víztartalmú ételek is. A vízben gazdag ételek listáját a zöldségek vezetik, és többségük tömegének több mint 90%-a víz. Őket követi a legtöbb friss gyümölcs, körülbelül 80%-os víztartalommal. A keményítő tartalmú zöldségek, teljes kiürlésű gabonák és konzervbabok többnyire 70%-os sávban mozognak, tehát a súlyuk háromnegyede tiszta víz. Általánosságban víztartalom szempontjából a legtöbb teljes értékű növényi étel felül lebeg, a legtöbb állati eredetű étel középtájon van, a legfeldolgozottabb ételek süllyednek legalúra. Egy híres kísérletsorozatban a Penn State University kutatói úgy döntöttek, hogy letesztelik a vízben gazdag zöldségeket. A vizsgálati alanyoknak tésztát szolgáltak fel, és azt mondták, hogy annyit ehetnek belőle, amennyit szeretnének. Ők pedig átlagosan 900 kilokalóriányi tésztát fogyasztottak. De vajon mi történne, ha előtte előételként kapnának 100 kilokalóriás salátát, nagyrészt leveles salátából, sárgarépából, uborkából, zellerből és koktélparadicsomból? Vajon utána ugyanannyi tésztát ennének, és végül 1000 kilokalóriás ebédjük lenne? 900 plusz 100, vagy esetleg 100 kilokalóriával kevesebb tésztát fogyasztanának, így kompenzálva a hozzáadott salátakalóriákat? Az eredmény még ennél is jobb volt. Több mint 200 kilokalóriával kevesebb tésztát ettek. A salátának köszönhetően 100 kilokalória be, 200 kilokalória ki. Tehát lényegében a saláta negatív 100 kilokalóriát tartalmazott. A zöldségekkel való előzetes feltöltés hatékonyan csökkentheti az étkezések kalóriaértékét 100 kilokalóriával. Így lehet több étel fogyasztásával lefogyni. Természetesen a saláta típusa is számít. A kutatók megismételték ezúttal egy zsíros saláta öntet és reszelt sajt hozzáadásával, ami meg négyszerezte a saláta kalóriasűrűségét. Nos, amikor ezt a salátát ették előételként, a 900 kilokalória tartalmú étkezés nem változott 800 kilokalóriássá. Ehelyett ez az étkezés 4 számjegyű kalóriaértékűvé nőtt. Olyan ez, mint amikor a pizza előtt fűszervajas spiritust eszünk előételnek, összességében kalóriát eredményezhet. Szóval mi a határérték? Az előtöltésről szóló tanulmányok azt mutatják, hogy a főétel előtt elfogyasztott körülbelül egy bögrényi étel nagyjából 100 kilokalóriával csökkenti a főételfogyasztást, tehát a negatív kalóriahatás eléréséhez az első fogásnak bögrénként 100-nál kevesebb kilokalóriát kell tartalmaznia. Mint a táblázatban látható, ez magában foglalja a legtöbb friss gyümölcsöt és a zöldséget, viszont mondjuk egy zsömle nem felelne meg ennek. Tessék, hagyjunk az embereknek egy nagy almát ugyanazon tésztaétel előtt, és ahelyett, hogy 200-zal kevesebb kilokalóriát fogyasztanának, inkább 300 kilokalóriával esznek kevesebbet. És hány kalóriát tartalmaz egy alma? Attól függ, hogy mikor esszük. Ha a főétel előtt esszük, akkor mínusz 200 kilokalóriát is tartalmazhat. Ugyanezt látjuk akkor is, ha főétkezés előtt zöldséglevest adunk az embereknek. Több 100 kilokalória eltűnik. Egy tanulmány az emberek egész napi ételbevitelét nyomon követte, és azt találták, hogy azok a túlsúlyos lányok, akiket véletlenszerűen randomizáltak ebéd előtti zöldségleves evésre, nem csak ebédnél lettek kevesebbet, de még további 100 kilokalóriát spóroltak le vacsorájukból is 7 egész órával később. Tehát amikor legközelebb leül, hogy megegyen egy egészséges levest, nyugodtan elképzelheti, ahogy minden kanállal valóságos kalóriákat szippant ki a testéből. Már két pohár víz közvetlenül étkezés előtt való megivása is arra késztette az embereket, hogy 20%-kal kevesebb kalóriát fogyasszanak, több mint 100 kilokalóriát elhagyva. Nem csoda, hogy minden étkezés előtt két pohár vízzel fogyasztására randomizált túlsúlyos férfiak és nők 44%-kal gyorsabban fogytak. Két pohár víz minden étkezés előtt 44%-kal gyorsabb fogyás. Ezért található az úgynevezett negatív kalória előtöltés a fogyás gyorsítók listájában a könyvemben.
Itt található minden, ami felgyorsítja a súlycsökkentést, függetlenül attól, hogy egyébként mit eszünk. A negatív előtöltés mindössze azt jelenti, hogy kezdjük az étkezést egy olyan fogással, amely csészénként kevesebb, mint 100 kilokalóriát tartalmaz. Ez lehet sokféle gyümölcs, zöldség, leves, saláta, vagy egyszerűen egy nagy pohár víz. Van-e valami, amit rátehetnénk egy salátára, hogy még tovább gyorsítsuk a fogyást? A növeljük az AMPK-t fejezetben arról beszélek, milyen módszerekkel aktiválható az az enzim, amelyet zsírszabályozóként ismerünk. Ennek az enzimnek a felfedezését az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb orvosi áttörésének tekintik. Ez az enzim aktiválható testmozgással, bőjtüléssel és nikotinnal. De vajon fokozható-e a súlycsökkentés érdekében izzadás, éhezés és az egész tüdőrák általi szörnyű halál nélkül? Nos, a gyógyszeripar ráugrott. Elvégre az elhízott személyek talán nem hajlandók minimális fizikai aktivitásra sem, ahogy a gyógyszerészek egy csoportja fogalmazott, ami jelzi, hogy az állóképességi edzés hatását utánozó gyógyszerek nagyon kívánatosak. Tehát döntő jelentőségű, hogy jó felszívódású, szájon át szedhető szereket fejlesztenek ki, amelyek biztonságosan váltják ki az AMPK krónikus aktivációját a hosszú távú fogyáshoz és annak fenntartásához. De nem szükséges ilyen vegyületet kifejleszteni, mivel már megvásárolható bármilyen élelmiszerboltnak. Úgy hívják, hogy ecet. Amikor az ecetcsap felszívódik és feldolgozásra kerül, természetes módon fokozza az AMPK aktivitását. De elég lendületet kap a fogyáshoz egy saláta öntetnél használt tipikus adagtól is? Az ecetet nyilvánvalóan évszázadok óta használják az elhízás kezelésére, de csak a közelmúltban tesztelték le. Randomizált, kettősvak, placebo kontrollos vizsgálat az ecet fogyasztás hatásáról a testzsír csökkentésében túlsúlyos férfiak és nők esetében. A vizsgálati alanyokat randomizálták naponta egy vagy két evőkanál almaecetet tartalmazó ital elfogyasztására, vagy a kontrollcsoportban olyan ital fogyasztására, amelynek hasonló volt az íze, de más típusú savval készült, tehát valójában nem volt benne ecet. 3 hónapon belül a hamis ecet csoport tulajdonképpen hízott, ahogyan a túlsúlyos emberek hajlamosak, még a valódi ecetet ivó csoportokban szignifikáns testzsírvesztés történt CT vizsgálat alapján. Minden nap egy kevés ecet több kiló fogyáshoz vezetett, napi alig pár filléres költséggel, anélkül, hogy bármit elhagytak volna az étrendjükből. Ezért a 21 súlyvesztés gyorsító trükköm között ez is szerepel. 2 teáskanál ecet minden étkezésre, akár a salátára locsolva, vagy akár csak citromos teához adva. Az ecetet vizsgáló tanulmányok szépsége az, hogy nem csak randomizált, kontrollcsoportos vizsgálatok, de még placebo kontrollosak is. Egyes vizsgálatokban egyáltalán nincs kontrollcsoport. Itt nőket kértek arra, hogy 1 hónapig minden nap egyenek egy érett paradicsomot ebédelőt, és körülbelül 1 kilogrammot fogytak, de kontrollcsoport nélkül nem tudhatjuk, hogy a paradicsomnak volt-e ehhez bármi köze. Már csak az, hogy valaki részt vesz egy fogyáshoz kötődő kísérletben, ahol tudja, hogy 1 hónap múlva újra lemérik, önmagában is okozhatja azt, hogy más módon is változtat az étrendjén. Mármint ez az eredmény mindenképpen lehetséges. A paradicsom 95%-a víz, tehát a gyomrunkban egy ököl méretű helyet mindössze 15 kilokalóriával töltenénk meg étkezés előtt, tehát lehetséges, de jobb tanulmányra lenne szükségünk ahhoz, hogy bebizonyítsuk a fogyásban játszott szerepét. Az erősebb vizsgálatoknál vannak kontrollcsoportok, és legalább mondjuk randomizálják az embereket egy súlycsökkentő étrendre, egy 2 csésze alacsony sótartalmú zöldséglével, vagy anélkül, és azok, akik ittak zöldséglevet, jelentősen többet fogytak. Vagy 2 csoportra osztják az embereket, és az egyik csoport napi 2 evőkanál gojibogyót adnak naponta, vagy 45 nappal később azt találják, hogy a gojibogyós csoport 6 cm-t fogyott a derékbőségből, még a kontrollcsoportnál nem volt változás. De bármikor, amikor az egyik csoportnak valami különlegeset kellett csinálnia, nem tudhatjuk, hogy a tapasztalt előnyük mennyire tudható be a placebo hatásnak. A gyógyszerkísérleteknél ez könnyű. Az emberek felének a tényleges gyógyszert adják, a másik felének pedig azonos kinézetű placebo cukortablettát. Így mindkét csoport ugyanazt csinálja, azonos kinézetű tablettákat szed, és ha így bármilyen eltérést észlelünk az eredményekben, gyaníthatjuk, hogy annak valóban a gyógyszer az oka.
De hogyan néz ki a placebo brokkoli? Ez itt a probléma. A káposztát nem lehet kapszulába gyömöszölni, de vannak olyan erős hatású ételek, amiket tablettába lehet rejteni, és placebóval szemben tesztelni. A fűszerek. Szeretnénk tudni, hogy a fokhagyma okozhat-e fogyást? Adjunk az embereknek fokhagymaport tablettába tömörítve, placebo tablettákkal szemben, és a fokhagyma működött, súly és derékbőség csökkenést eredményezve 6 héten belül. Naponta körülbelül fél teáskanál fokhagymaport használtak, ami naponta kevesebb, mint 4 centbe kerülnek. 4 cent túl sok. Mit szólnának napi 2 centhez? Körülbelül 100 túlsúlyos férfit és nőt osztottak véletlenszerűen napi negyed teáskanálnyi fokhagymapor vagy placebo fogyasztására, és azok, akik tudtuk nélkül napi 2 cent értékű fokhagymaport vettek magukhoz, nagyjából 3 kg-ot fogytak konkrétan testzsírból a következő 15 hét alatt. Nos, ha akár napi 3 centet is rá tudunk szánni, itt a fekete kömény. Egy randomizált, kontrollált vizsgálatokból készült metaanalízis mutatta, hogy mindössze napi negyed teáskanál belőle hatékonyabbá teszi a fogyást. Ez nem a szokásos kömény, hanem egy teljesen más fűszer, amit fekete köménynek neveznek. Mi a fekete kömény? Nyilvánvalóan nem olvasgatták mostanában a bibliájukat. Ez a csoda fűszerként emlegetett növény a súlycsökkentés mellett randomizált, kontrollált vizsgálatokban bizonyította, javította a koleszterin szintet és a triglicerideket. Szignifikánsan javította a vérnyomást és a vércukorszint szabályozást is, de én azért használom, mert egyszerűen jó az íze. Egyszerűen beleteszem a fekete kömény magokat egy bors őrlőbe, és úgy őrlöm meg, mint a borsot. Több mint 1000 cikket publikáltak az orvosi szakirodalomban a fekete köményről, néhány esetben olyan rendkívüli eredményekkel, mint például a statin gyógyszerrel összehasonlítható mértékű koleszterin szint csökkenés. Miért nem hallunk többet róla? Miért nem tanították ezt az orvosi egyetemen? Feltehetően azért, mert nincs benne profit motiváció. A fekete kömény csak egy sima, természetes fűszer. A részvényeseket nem lehet izgalomba hozni azzal, hogy nem szabadalmaztatható dolgot árulunk, ami csak napi 3 centbe kerül. De használhatjuk a szokásos köményt is, a föld második leggyakoribb fűszerét. Azok, akiket arra randomizáltak, hogy ebédnél és vacsoránál egyenek fél teáskanál köményt, 3 hónap alatt 2 kg-mal és 2,5 cm-rel többet veszítettek a súlyukból és a derékbőségükből. Ami az Orlistat néven ismert fogyókúrás gyógyszer hatásával betegszik. Ez az anális szivárgást okozó gyógyszer, amiről esetleg már hallhattak, bár a gyógyszergyártó vállalat nyilvánvalóan a székletfoltok kifejezést részesíti előnyben, annak leírására, hogy végbél ürülést okoz a gyógyszercég weboldala azonban kínálni néhány hasznos tippet. Valószínűleg okos ötlet sötét nadrágot viselni és váltóruhát vinni magunkkal a munkahelyünkre. Tudják, csak arra az esetre, ha a gyógyszerük miatt összekakilnák a nadrágjukat a munkahelyükön. Azt hiszem, én inkább a köménynél maradok. You know, just in case a drug causes you to crap your pants at work. I think I'll stick with the cumin. A cayennebors ellensúlyozhatja a fogyással együtt járó anyagcsere lassulást, és bónuszként felgyorsíthatja a zsírégetést. Gyömbérbor. Több mint tucatnyi randomizált, kontrollált vizsgálat létezik rá, amelyek napi negyed teáskanál őrölt gyömbértől kezdve szignifikáns testtömegcsökkenést mutatnak filléres napi költségért. Placebo kontrollos vizsgálatokban bizonyították, hogy működik, de valószínűleg soha nem hallottak róla, mert nem lehet vele elég profitot termelni. Inkább nem megyek bele. Hadd térjek vissza a kóla és a sárgarépa példájához. Nem minden kalória egyenértékű, mert ezt meginni nem ugyanaz, mint ezt megenni. De még ha ugyanannyi kalóriát is fogyasztunk ennek a sok répának az órákig való rágásával, még akkor sem biztos, hogy minden kalória egyenértékű, mert nem az számít, hogy mit eszünk meg, hanem hogy abból mi szívódik fel. Amint azt mindenki tudja, aki valaha is evett már kukoricát, a növényi anyag egyes darabkái simán keresztül mennek rajtunk. Előfordulhat, hogy egyes kalóriák a WC csészében végzik, és az ott lehúzott kalóriák nem landolnak a csípőnkön. Itt jönnek képbe a rostok. Ha növeljük az emberek rostbevitelét, még ha csak az ajánlott minimális napi bevitel szintjéig is, fogyni kezdenek, mert a napi kalóriabevitelük körülbelül 10%-kal csökken. Mit jelent a több rost, kevesebb kalória?
Nos, először is tömeget ad az ételnek, kalóriák hozzáadása nélkül. Például a hidegen sajtolt almalé tulajdonképpen csak rost nélküli alma. És amíg egy üveg almalevet néhány másodperc alatt meg tudunk inni, addig ugyanannyi kalória beviteléhez körülbelül 5 csésze szeletelt almát kellene megenni. Ez a rostok okozta különbség, de nem csak a kalória sűrűségről van szó. Képzeljük el, mi történik ezután. Az almalé gyorsan felszívódik, amint a gyomorból a bélbe kerül, és hirtelen megemeli a vércukorszintet, miközben a megrágott almaszeletekben csapdába esett cukor lassabban szívódik fel, a bél hossza mentén. A tápanyagok csak akkor tudnak felszívódni, ha fizikailag érintkeznek a belek belső felületével, a bélfallal. A rost soha nem szívódik fel, így hordozóként szolgálhat, és felhígítja a kalóriákat, vagy akár el is távolíthatják őket a túlvégen. És a rost nem csak cukrokat ejt csapdába, zsír és keményítő blokkolóként is működik. A standard amerikai étrenden élők bevitt kalóriáiknak körülbelül 5%-át veszítik el minden nap a székletükön keresztül, de egy magasabb rosttartalmú étrendnél ezt megduplázhatjuk. Nem az számít, hogy mit eszünk meg, hanem hogy mi szívódik fel belőle. Tehát ugyanannyi kalóriát fogyasztva magas rosttartalmú étrenddel fogyhatunk, pusztán azért, mert a kalóriák egy része csapdába esik, a WC-ben végzi, és soha nem szívódik fel a szervezetünkbe. És nem csak magukban a magas rosttartalmú élelmiszerekben található kalóriák szívódnak fel kevésbé. A magas rosttartalmú ételek csapdába ejtik a kalóriákat más ételekből is. Tehát, ha egy magas rosttartalmú étrenden eszünk egy Twinkit, kevesebb Twinki kalória fog felszívódni a szervezetünkbe. Olyan ez, mintha a címkéken látható kalóriaértékekből azonnali kedvezményt kapnánk, ha sok rostban gazdag ételt eszünk, ezért került ez is a listámra. Az egyéb zsírgátló ételekről szóló fejezetem egy felszólítással indul. Orvosi utasítás, egyél tilakoidokat. Mi az össz az a tilakoid? Csak szinte az összes ismert élet forrása, és az oxigén, amit belélegzünk, apróság. A tilakoidokban zajlik le a fotoszintézis, az a folyamat, amelynek során a növények a fényt táplálékká alakítják. A tilakoidok az élet nagyzöld motorjai, mikroszkópikus, zsákszerű szerkezetek, amelyek klorofilban gazdag membránokból állnak, és a növények leveleiben koncentrálódnak. Amikor tilakoidokat eszünk, amikor spenótlevélbe harapunk, vagy ilyesmi, ezek a zöld levél membránok nem emésztődnek meg azonnal. Órákig fennmaradnak a bélrendszerünkben, és fejtik ki varázslatos hatásukat. A tilakoid membránok hozzá kapcsolódnak a lipázhoz. A lipáz az az enzim, amelyet testünk a zsírok emésztésére használ. Tehát ennek az enzimnek a megkötésével lelassítjuk a zsír felszívódását. De ha végül az összes zsír felszívódik, mi ennek az előnye? Hely, hely, hely! Van egy jelenség, amelyet ileális fékként ismerünk. Az ileum a vékony bél utolsó szakasza, mielőtt az a vastag bélben folytatódna, és ha emésztetlen kalóriát észlelünk a bélnek ebben a távoli szakaszában, a testünk úgy véli, hogy bizonyára teljesen tele vagyunk, és fékezni kezdi az evésünket azáltal, hogy csökkenti az étvágyunkat. Ezt kísérleti úton ki lehet mutatni. Ha 2,75 méter hosszú csövet tolunk le egy ember torkán, és bármilyen kalóriát csepegtetünk bele, zsírt, cukrot, fehérjét, azzal aktiválhatjuk az ideális féket. Leültetjük őket egy svédasztalos étkezéshez, és a placebót kapott csoporthoz képest, akiknek csak vizet csepegtettek a csövekbe, körülbelül 100 kilokalóriával kevesebbet esztek. Egyszerűen nem érezzük magunkat éhesnek. Ugyanolyan jól lakottnak érezzük magunkat, miközben jelentősen kevesebbet eszünk. Ez az ideális fék működésben. Ez aztán súlycsökkentéshez vezethet. Túlsúlyos, fogyókúrázó nőket zöld növényi membrán fogyasztására randomizálnak, más szóval titokban borított spenótot csempésznek az ételükbe, és megnövekszik az étvágy csökkentő hormonjaik szintje, csökken az édességek iránti vágyuk. Igen, a spenót képes csökkenteni a csokoládé iránti vágyat. És bum, gyorsított fogyás! Mindez annak köszönhetően, hogy zöldet eszünk, konkrétan, zöld színt adó klorofilban gazdag levélmembránokat. Most a kutatók itt spenót port használtak, hogy meggyőző placebót készíthessenek, de ugyanannyi tilakoidhoz juthatunk körülbelül fél bögre főtt zöldleves zöldségből.
Pont ennyit javaslok fogyasztani napi két alkalommal a napi tucat listámban, amiben a legegészségesebb egészséges ételeket sorolom fel, és amelyeknek a napi étrendre való beillesztésére biztatom az embereket. A Vegyipari Társaság folyóiratban élelmiszer technológiai szakemberek egy csoportja azt állította, hogy zsírgátló előnyeik miatt tilakoid membránokat lehetne beépíteni a funkcionális élelmiszerekbe, mint egy új ígéret és étvágy csökkentő összetevőt. Vagy akár úgy is hozzájuthatnánk, ahogy azt az anya természet akarta. Mely zöldekben van belőlük a legtöbb? Ránézésre lehet megmondani. Mivel a tilakoidokban van a klorofil, minél zöldebb a levél, annál erősebb a hatás. Szóval keresd a lehető legsötétebb zöld zöldeket. Ahol én vásárolok, ott ez a leveles kell. Na most, ha túlfőzzük a zöldeket, akkor olyan drap oliva barnává fakulnak, ez azt jelenti, hogy a tilakoidok fizikailag lebomlottak. De ha csak úgy 15 másodpercig blansírozzuk őket forrásban lévő vízben, akkor még inkább zöldek lesznek, ami valójában a zsírblokkoló képességük növekedését jelzi. Szóval felmérhetjük a tilakoidok aktivitását az élelmiszerboltban, a konyhánkban, saját két szemünkkel, a minél zöldebb szín keresésével. Bár a tilakoidok végül lebomlanak, rostok eljutnak egészen a vastagbélig. Na, ha technikailag igaz, hogy mi nem tudjuk megemészteni a rostot, ez csak arra a részünkre vonatkozik, ami ténylegesen emberi. A testünk legtöbb sejtje azonban baktérium. A bélflóránk, ami súlyra annyit nyom, mint az egyik vesénk, metabolikusan olyannyira aktív, mint a májunk, az elfeledett szervünknek is hívják, és ez egy olyan szerv, ami a mikrobiom számára hozzáférhető szénhidrátokból táplálkozik. Amikor azt írom, hogy egyél sok Big Mac-et, nem szeretném, hogy bárki is félreértsen a Mac, csak a prebiotikumok egy újabb neve, amit a jó bélflóránk eszik, más szavakkal ez a rost. Már megint itt ez a rost. Mit csinálnak a jó bélbaktériumok a rostokkal? Mi etetjük őket, ők pedig visszatáplálnak minket. Rövid láncú zsírsavakat állítanak elő, amelyek felszívódnak a vastagbélből, a véráramba keringenek, a testünkben és az agyunkba is eljutnak. Tulajdonképpen így kommunikál velünk a bélflóránk, csökkentve az étvágyunkat, miközben felgyorsítják a zsírégetést, és egyúttal fokozzák az anyagcserét. Mindez a rostnak köszönhető. Ezt nézzük meg. Ha az embereket agyszkennerre kötjük, és kalóriadús ételt mutatunk nekik, mint például egy fánk, az agyunkban lévő jutalomközpontok azonnal felélénkülnek. De ha úgy ismételjük meg a kísérletet, hogy ezúttal titokban rostból származó, rövidláncú zsírsavakat juttattunk közvetlenül a vastagbelükbe, enyhébb jutalomközpont választ láttunk, és a vizsgálati alanyok arról számolnak be, hogy a kalóriadús ételek egyszerűen kevésbé tűntek étvágykeltőnek, és később kevesebbet is ettek egy svédasztalos étkezésnél. De a rost kiegészítők, mint például a metamucil, nem működnek, ami érthető, mivel ezek nem fermentálhatóak, ami azt jelenti, hogy a bélbaktériumaink nem tudják elfogyasztani őket, tehát igen, javíthatják a bélmozgás szabályosságát, de a jó baktériumaink nem tudják felhasználni arra, hogy olyan vegyületeket állítsanak elő, amelyek blokkolják az ételek megkívánását. Ehhez valódi ételt kell fogyasztanunk. A jó bélbaktériumaink próbálnak segíteni nekünk, de amikor rostszegény táplálékot fogyasztunk, valójában éheztetjük a saját mikrobiális énünket. Az amerikaiaknak kevesebb mint 5%-a éri el a még ajánlott napi minimumát is a rostbevitelből, ami nem meglepő, mivel a rostok első számú forrásai a babfélék és a teljes kiürlésű gabonák, és az amerikaiak 96%-a még a napi ajánlott minimumot sem éri el hüvelyesekből, ami babot, borsót, csicseri borsót és lencsét jelent, és 99%-uk nem éri el az ajánlott minimumot teljes kiürlésű gabonákból. A legtöbb ember még azt sem tudja, mi a rost. A megkérdezett amerikaiak több mint fele úgy véli, hogy a steak jelentős rostforrás. Miközben a rost kizárólag növényekben van. Zéró rost van a húsban, a tojásban vagy a tejtermékekben, semmennyi rost sincs a feldolgozott gyorsételekben, és ebben rejlik a probléma. De legalább a steakben található fehérje jól lakat? Meglepő módon még egy hús, tej és tojásipar által támogatott áttekintés is elismerte, hogy a fehérjebevitel valójában nem csökkenti a későbbi evést, még azoknál, akik rostdúst, teljes kiürlésű gabonából készült vacsorát ettek,
Akár még 12 órával később a másnapi ebédnél is csökkent a kalóriabevitel. Másnap 100 kilokalóriával hamarabb érezték magukat jól lakottnak, mert addigra a jó bélbaktériumaik éppen az előző vacsorából lakmároztak és lecsökkentették az étvágyukat. Manapság még a húst is tekinthetjük gyors ételnek. Több mint egy évszázad óta az állattenyésztés egyik legfőbb célja, hogy a levágott haszonállatok zsírtartalmát növeljék. Vegyük például a csirkét. 100 évvel ezelőtt a USDA megállapította, hogy a csirke tömegének körülbelül 23%-a fehérje, és kevesebb, mint 2%-a zsír. Már a csirkéket genetikailag manipulálták szelektív tenyésztés útján úgy, hogy körülbelül 10-szer több zsír legyen rajtuk. Chicken Little ugyancsak nagy csirkévé vált, és talán minket is nagyobbá tesz. A húsfogyasztás általában összefüggésben hozható a súlygyarapodással, de a baromfi tűnik a legrosszabbnak. Akár csak napi 3 dekagram, ami körülbelül annyi, mint egy csirke nuggets, vagy mint egy csirkemell 10 naponta, már olyan súlygyarapodással társult azokhoz képest, akik egyáltalán nem ettek csirkét. Vicces, hogy amikor a húsipar az elhízást vizsgáló kutatásokat finanszírozza, a csirke esetében összehasonlítási alapnak olyan ételeket választanak, mint például a sütik és a cukorral bevont csokoládék. Ez egy klasszikus gyógyszeripari trükk, amikor úgy próbálják a saját terméküket jobb színben feltüntetni, hogy valami még rosszabbhoz hasonlítják. Úgy tűnik, hogy a sima csokoládé nem volt elég ahhoz, hogy a csirke jobb színben tűnjön fel. De mi történik, ha csirkét egy valódi kontroll tényezőhöz hasonlítjuk, mint például a tényleges csirke nélküli csirke helyettesítőhöz. A csirke megfutamodik. Mind a szója alapú fehérjék, mind a korn, ami egy gombafélékből készült növényi alapú hús helyettesítő, erősebb laktató adottságokat mutatott a csirkehúsnál. Ha az embereknek csirkét és rist adnak ebédre, 4,5 órával később 18%-kal többet vesznek egy svédasztalos vacsorán, mintha csirkementes csirkét és rist kaptak volna. Ezek az eredmények összecsengenek azokkal a gyermekkori elhízási kutatásokkal, amelyek arra jutottak, hogy a húsfogyasztás megduplázta az iskolás gyermekek túlsúlyossá válásának esélyét a növényi alapú hús helyettesítők fogyasztásához képest. Mondjuk a teljes értékű növényi fehérje források, mint például a bab, még jobban teljesítettek, felére csökkentve a túlsúly kialakulásának kockázatát. Szóval ezért tartom az ilyen növényi alapú húshelyettesítőket inkább csak egy hasznos lépésnek az egészséges étrend felé, nem pedig a végső célnak, ideálnak. Részben ez lehet az oka annak, hogy a növényi eredetű húshelyettesítők kevésbé hízlalnak, hogy kisebb inzulin emelkedést okoznak. Egy olyan húsmentes csirke, mint a korn, 41%-kal alacsonyabb azonnali inzulin reakciót váltott ki. Kiderült, hogy az állati fehérje szinte pontosan ugyanannyi inzulin termelődést vált ki, mint a tiszta cukor. Mindössze néhány tojás fehérje hozzáadása az étrendethez megnövelheti az inzulin termelést akár 60%-kal is 4 napon belül. És a hal még talán rosszabb is lehet. Miért növelné meg a burgonya pürével elfogyasztott tonhal az inzulin szintet, míg ha brokkoli teszünk mellé, az mintegy 40%-kal csökkenti az inzulin választ. Nem a rost az oka, mivel ugyanolyan mennyiségű brokkoli rost hozzáadása önmagában nem nyújtott jelentős előnyt. Szóval miért rontja a helyzetet az állati fehérje, és miért javítja a növényi fehérje? A növényi fehérjék általában kevesebb elágazó láncú aminosavat tartalmaznak, amelyek összefüggést mutatnak az inzulin rezisztenciával, a kettes típusú cukorbetegség okával. Ezt kísérleti úton ki lehet mutatni. Ha vegánoknak elágazó láncú aminosavakat adunk, ugyanannyira inzulin rezisztensé tehetjük őket, mint a vegyes étrendűeket. Vagy vegyünk néhány mindenevőt, állítsuk őket egy 48 órás vegán étrend kihívás elé, és 2 napon belül az ellenkezőjét láthatjuk, szignifikáns javulás állt be az egészséges anyagcseréjükben. Miért? Mert az elágazó láncú aminosavak fogyasztásának csökkenése javuló anyagcsere egészséghez vezet. Ezt nézzétek meg! Azok, akiket a fehérje bevitelű korlátozására randomizáltak, szó szerint több 100 kilokalóriával többet ettek átlagban naponta, tehát hízniuk kellett volna, igaz? De nem. Valójában több testzsírt veszítettek. A fehérje korlátozása lehetővé tette számukra, hogy több kalóriát fogyaszthassanak, miközben több súlyt veszítettek. Több kalória
hangja, mégis csökken a testzsír, és hogy milyen volt ez a varázslatos fehérjekorlátozás? Mindössze az ajánlott fehérje mennyiséget etették meg az emberekkel. Talán csak normál fehérje csoportnak kellett volna neveznünk azt a csoportot, vagy az ajánlott fehérje csoportnak, azt a csoportot pedig, amelyik az amerikaiakra jellemző mennyiségű fehérjét ették, és szenvedtek miatta, túlzott fehérje csoportnak. Tekintettel a túlzott mennyiségű elágazó láncú aminosav kitettség anyagcserére káros hatásaira, a területvezetői olyan gyógyszerek kifejlesztését javasolták, amelyek meggátolják a felszívódásukat, ezzel elősegítve az egészséges anyagcserét és kezelve a cukorbetegséget és az elhízást kalóriabevitel csökkentése nélkül. Vagy persze megpróbálhatnánk eleve kevesebb elágazó láncú aminosavat fogyasztani. Ezek elsősorban húsban, beleértve a csirkét és halat, tejtermékekben és a tojásban vannak jelen, talán megmagyarázva, miért mutatnak ezek összefüggést a cukorbetegség nagyobb kockázatával, míg a növényi fehérje védőhatásúnak tűnik. Tehát az állati fehérje bevitel megfelelő felső határának meghatározása nagy esélyt kínálhat a kettes típusú cukorbetegség és az elhízás megelőzésére, de nem feltétlenül a mindent vagy semmit az egyetlen lehetőség. Még az időszakos vegán étrendet is hasznosnak találták. Lenne egy olyan tanács, amely összefoglalja a következő könyvemben szereplő ajánlásokat, az így hangzana: falaszd el a kalóriáidat. Az állati sejteket csak könnyen emészthető membránok veszik körül, ami lehetővé teszi, hogy a belünkben lévő enzimek könnyedén felszabadítsák a kalóriákat, például egy steakből. A növényi sejtek viszont rostokból felépülő sejtfalakkal rendelkeznek, amelyek emészhetetlen fizikai akadályt jelentenek, így sok kalória csapdába esik. Na most, a feldolgozott növényi élelmiszereknél, mint a gyümölcslé, a cukor, a finomított gabonák, még a teljes kiürülésű gabonák is, ha liszté őrölték őket, a sejt szerkezetüket lerombolták, a sejtfalai nyitottak, a kalóriák pedig szabadon felvehetők. De amikor a szerkezetileg épp növényi ételeket esszük, akár meddig is rágjuk őket, a végén megmaradnak olyan kalóriák, amiket teljesen körbevesznek a rostok, amik ezután tompítják a glikémiás hatást, aktiválják az ileális féket és táplálják a barátságos bélflóránkat. Tehát végeredményben próbáljunk meg a lehető legtöbb kalóriánkat, a fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat is, sejtfalakba burkolva, más szóval egész épp növényi ételekből magunkhoz venni. A természet szándék az volt, hogy ez így történjen. Több mint 1 millió évvel ezelőtt, hogy megtanultuk, hogyan hegyezzünk lándzsát, őrüljünk gabonát és forraljunk cukornádat, feltételezhetően az egész fiziológiánk abban a kontextusban alakult ki, hogy azt együk, amit a többi ember szabású majomonakatestvérünk eszik, növényeket. A paleolit időszak, amikor elkezdtünk eszközöket használni, csak körülbelül 2 millió évvel ezelőttig nyúlik vissza. Mi és az ember szabású majmok viszont már a miocén időszak óta inkább úgy 20 millió év óta fejlődünk. Tehát a humanoid létünk első 90%-ában testünk főként növényeken fejlődött ki. Csoda hát, hogy a testünk legjobban azon az étrenden virágozhat, amelyre tervezték. Talán vissza kellene térnünk a gyökereinkhez. Elegendő adag korlátozással bárki lefogyhat. Ha bezárunk valakit a szekrénybe, annyi zsír lefogyására kényszerítjük, amennyire csak akarjuk. Valószínűleg hasonló hatást érhetünk el, ha valakit futópadhoz láncolunk. De mi a fogyás leghatékonyabb módja, ami nem jár kalóriakorlátozással, vagy testmozgással, vagy törvényszegéssel? Végignyálasztam az orvosi szakirodalmat, és minden randomizált, kontrollált vizsgálatot, és az egyetlen, legsikeresebb stratégia a mai napig a teljes értékű növényi ételekre épülő étrend. Az egyetlen, leghatékonyabb súlycsökkentő beavatkozás, amit valaha publikáltak szakértői értékelésekkel működő orvosi szakirodalomban, egy teljes értékű növényi étrend. Ez jobban működik, mint bármi más, amit eddig tanulmányoztak. És ez nem is meglepő tekintettel arra, amit az imént a rostokról és az elágazó láncú aminosavakról megtudtunk. Több mint 40 éve tudjuk, hogy azok, akik túlnyomó részt növényi alapú étrenden élnek, átlagosan körülbelül 15 kg-mal könnyebbek, mint a lakosság általában, de nem tudhatjuk, hogy ezt vajon maga az étrend okozta-e, amíg le nem teszteljük.
2017-ben új-zélandi kutatók egy csoportja publikálta a Broad tanulmányt, egy 12 hetes randomizált, kontrollált vizsgálatot, amit az ország legszegényebb régiójában végeztek, ahol a legmagasabb az elhízás aránya. Túlsúlyos személyeket randomizáltak, hogy vagy a standard orvosi ellátást kapják, vagy egy heti két alkalmas tanfolyamot, amin tanácsot és ösztönzést kaptak egy alacsony zsírtartalmú étrendhez, ami gyümölcsök, zöldségek, teljes kiürlésű gabonák és hüvelyesek köré épül. És annyi volt az egész, hogy csak felhatalmazás és információ, felhatalmazás a tudással. Nem biztosították az étkezéseket, az intervenciós csoportot csak tájékoztatták. A növényi alapú életmód előnyeiről, és ösztönözték őket arra, hogy illeszék be a saját otthoni életükbe. A kontrollcsoportnál nem volt jelentős változás, de a növényi alapú intervenciós csoportnál annak ellenére, hogy nem korlátozták az adagokat, és szabadon ehettek annyi egészséges ételt, amennyit csak akartak, átlagosan 8,5 kg fogyást értek el a 3 hónapos kísérlet végére. 8,5 kg tiszteletre méltó fogyás. De mi történt ezután? A 12. hét végén az osztályt elbocsátották, és nem kaptak több oktatást. A kutatók kíváncsiak voltak, mennyi súlyt szednek vissza az alanyok, miután elengedték őket a kísérletből. Ezért mindenkit visszahívtak a 6. hónap végén, hogy újra megmérjék őket. A növényi étrendes csoport számára 3 hónapja 8,5 kg fogyással ért véget a kutatás. De 6 hónappal később már nagyjából 12 kg-mal voltak könnyebbek, tovább fogytak. A növényi étrendes csoport olyan jól érezte magát fizikailag és mentálisan, és annyi gyógyszert tudtak elhagyni, hogy maguktól is betartották az étrendet, és a súlyuk tovább csökkent. Mi történt egy évvel később? Még az egy egész éven át tartó tanulmányokban is, ahol az embereket arra ösztönzik, hogy egy egész évig egy bizonyos étrenden maradjanak, az év végére a kezdetekben elvesztett súly általában elkezd visszakúszni. A Broad tanulmány csak 3 hónapig tartott, mégis miután véget ért, azokat, akiket növényi étrendre randomizáltak, nemcsak hogy megszabadultak egy tucat kilótól, de meg is tartották a súlyukat. Nem csak nagyobb súlycsökkentést értek el 6 és 12 hónapon belül, mint bármely más ezzel összehasonlított kísérletben, de ráadásul mindezt úgy, hogy a kísérlet már hónapokkal korábban véget ért. A teljes értékű növényi étrenddel nagyobb hivatalosan rögzített fogyást értek el, mint valaha bármilyen ilyen jellegű tudományos irodalomban publikált beavatkozásos kísérletben. Ezt a rekord döntő tanulmányt ingyenesen teljes hosszában elolvashatjátok, vagy egyszerűen irányítsátok a telefonotok kameráját a képernyőre, és olvassátok be ezt a QR kódot. Bármely étrend, amely csökkenti a kalóriabevitelt, fogyáshoz vezethet. Nem a kilók leadása a legnagyobb probléma. A probléma az, hogy ne is jöjjenek vissza. Alapvető különbség a növényi alapú táplálkozás és a fogyás hagyományosabb megközelítései között az, hogy a növényi étrenden az emberek szabadon ehetnek, amennyit szeretnének. Nincs kalóriaszámlálás, nincs adagkorlátozás, csak enni kell. A stratégia inkább az ételek minőségének javítása, semmint az ételek mennyiségének korlátozása. A gyümölcsökkel, zöldségekkel, teljes kiürlésű gabonákkal és babfélékkel teli étrendre állítjuk az embereket, és megengedjük, hogy annyit egyenek, amennyit akarnak, végül mintegy 50%-kal kevesebb kalóriát esznek, mint amennyit egyébként ettek volna. Ugyanígy jól laknak fele annyi kalóriával. Hogyan lehet az embereket elégedetten tartani, miközben több mint 1000 kilokalóriát hagynak el a napi étrendjükből úgy, hogy több, nagyobb mennyiségű, de alacsony kalóriasűrűségű ételt esznek. Zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiürlésű gabonákat, babot, és kevesebb, magas kalóriasűrűségű ételt, mint a húsok, sajtok, cukrok és zsírok. De lehet, hogy nem csupán a kalóriák beviteli oldalán múlik. Azok, akik több növényi alapú ételt esznek, úgy tűnik, hogy konkrétan több kalóriát égetnek el alvás közben. A több növényi alapú ételt fogyasztók alapanyag cseréje akár 10%-kal vagy többel is magasabb lehet, a fokozott anyagcsere pedig napi több 100 extra kilokalória elégetésében nyilvánulhat meg, anélkül, hogy bármit csinálnánk. Több növényi alapú étkezés révén több kalóriát égetünk el a puszta létezésünkkel. Tehát nem csoda, hogy azok, akik inkább növényi alapon esznek, általában vékonyabbak. Kezdjék el az étrendjüket telepakolni valódi étrendjükkel,
kivételekkel, amik a földből nőnek, és a kilók természetes módon leolvadhatnak, az ideális testsúlyod elérése felé haladva. Rendben. Szóval ezzel töltöttem a könyv első felét, az optimális súlycsökkentő étrend leírásával, helyezze magát növényi alapokra. Aztán a könyv második felét azokra a szakirodalomból előásott eszközökre szántam, amikkel a megmaradó makacskilók további leadását segíthetjük. Bár megtudtuk, hogy nem minden kalória feltétlenül egy kalória, 100 kilokalória csicseri borsónak más a hatása, mint 100 kilokalória csirkének vagy csibafalatnak, olyan tényezők alapján, mint a felszívódás és az étvágy, de a könyv második felében egy lépéssel tovább megyek, és felfedezem, hogy pontosan ugyanazon ételek más hatást fejthetnek ki, még ha ugyanannyit is eszünk, és abból ugyanannyi szívódik fel, még akkor is előfordulhat, hogy nem minden kalória ugyanolyan. Nem csak az számít, amit eszünk, hanem az is, hogy hogyan és mikor. Csak hogy adjak egy ízelítőt. Pontosan ugyanannyi kalória reggelire szignifikánsan kevésbé hízlal, mint ugyanannyi kalória vacsoránál. Tessék, ez egyszerűen hihetetlen. Ugyanazok a kalóriák, eltérő mértékű fogyás. A nagyobb reggelivel járó fogyókúra nagyobb fogyást okoz, mint ugyanaz a diéta nagyobb vacsorával. Tehát nem csak azért ajánlom, hogy hagyják abba az evést 19 óra után, mert attól tartok, hogy az emberek ész nélkül nastolnak a kanapén, vagy ilyesmi. Ugyanaz a nas szó szerint hízlalóbb este, mintha pontosan ugyanazt ennénk napközben, köszönhetően a cirkadián ritmusunknak, a kronobiológiának. Egy egész fejezetet szántam erre. Az alvási adatok egy része is őrületesen izgalmas. Túlsúlyos felnőtteket randomizáltak 8 hétre. Vagy egy kalória csökkentett étrendre, vagy ugyanarra az étrendre, heti 5 napon át, napi 1 órával kevesebb alvással kombinálva. Ők végül 1 órával többet aludtak a hétvégén. Tehát összességében csak 3 órával aludtak kevesebbet hetente. Bizonyára heti 3 óra alvás különbség nem változtatja meg, hogy mennyit fogynak, igaz? És a mérlegen nem is látszott különbség. De ha a normálisan alvó csoportban a fogyás 80%-a zsírból történt meg abban a csoportban, amelyikben csak néhány óra alvás hiányzott, épp ellenkezőleg a súlyvesztés 80%-a a zsír nélküli testcsömegből történt. Szóval szundikálás közben zsírt veszítettünk. Úgy tűnt, hogy néhány órányi kimaradás alvás teljesen megfordítja a fogyást, de pusztán a mérleget nézve nem tudnánk róla. Olyan ez, mint a bőjtölés. Ha teljesen abba hagyjuk az evést egy-két hétig, több súlyt veszíthetünk, mintha csak a kalóriákat korlátoznánk, de paradox módon valójában kevesebb testzsírveszteséghez vezethet. Várjunk csak, hogyan vezethet kevesebb kalória kisebb zsírból való fogyáshoz? Úgy, hogy a bőr alatt a testünk elkezdi kannibalizálni önmagát, és elkezdi saját fehérjeit üzemanyagként elégetni. A mérleg azt mutatta, mintha jobban teljesítenének, amikor bőjtöltek, de a valóság az, hogy rosszabbul teljesítettek. Több zsírt veszítettek volna, ha folytatták volna az evést, többet fogytak volna a testzsírből, több kalóriafogyasztás mellett. A rövid távú bőjt megzavarhatja a testzsírvesztést, nem pedig felgyorsítja, és ugyanezt látjuk a ketogén étrendnél is. A testzsírvesztés valójában lelassul, amikor ketogén étrendre váltunk. Ha csak a fürdőszoba mérleget figyeljük, a ketodiéta hatalmas sikernek tűnhet. A szokásos diéták heti kevesebb, mint fél kiló fogyásához képest, boom, 2 kilogramm fogyás a ketóra váltás első 7 napjában. De ami a testünkben zajlott, egy teljesen más történetet mesélt. A ketogén étrenddel a testzsírveszteség több mint felével lecsökkent, tehát a legtöbb súlyvesztés víz volt, de közben fehérjét is veszítettek, a zsír nélküli tömegtől is fogytak, ez segíthet megmagyarázni azt is, hogy miért csökkent a ketogén étrendre állított crossfit sportolók lábizma 8%-ot 2 hónap alatt. Természetesen, még ha ketogén diéta működne és a fogyás célja, mégsem az, hogy sovány koporsóba együk magunkat. Azok az emberek, akiknek az étrendje ebbe az irányba tendál, úgy tűnik jelentősen lerövidítik az életüket. Másrészt a több egészséges növényi étel irányába való elmozdulás a hosszabb élettel hozható összefüggésbe. Ugyanakkor azok, akik inkább növényi alapú étrendről indulnak, de aztán beviszik étrendjükbe a húst legalább heti egyszer, úgy tűnik nem csak megduplázzák vagy megtriplázzák a cukorbetegség, agyvérzés, szívbetegség és elhízás kockázatát, de a várható élettartam is csökkenhet 3,6 évvel. Mindössze attól, hogy húsmentes étrendről áttérnek arra, hogy hetente egy vagy több alkalommal húst esznek.
Alacsony szénhidrát tartalmú étrendekről kimutatták, hogy károsítják az artériás funkciót és súlyosbítják a szívbetegséget. Míg a teljes értékű növényi alapú étrendekről kimutatták, hogy visszafordíthatják a szívbetegséget. Ezt használta dr. Orr is. Tehát, ami a leghatékonyabb fogyókúrás étrendnek tűnik, történetesen az egyetlen étrend, amelyről valaha bebizonyították, hogy képes a szívbetegség visszafordítására a betegek többségénél. Ha nagymamámnak nem kellett így meghalnia, senki nagymamájának nem kell így meghalnia. Ha az egyetlen dolog, amire a növényi alapú étrend képes visszafordítani férfiak és nők első számú gyilkos betegségét, nem ennek kellene az alapértelmezett étrendnek lennie, amíg az ellenkezőjét nem bizonyítják? És ez a tény, hogy annyira hatékony lehet más vezető gyilkos ok, mint a kettes típusú cukorbetegség kezelésében, megállításában vagy visszafordításában, egyszerűen elsöprővé tehetné a növényi alapú táplálkozás melletti érvelést. Egyetlen étrendről sikerült kimutatni mindezt, a teljes értékű növényi ételekre épülő étrendről. A fogyáshoz nem kell zálogba adnunk az egészségünket. Úgy tűnik, hogy az egyetlen legegészségesebb táplálkozási forma a leghatékonyabb étrend a fogyáshoz is. Végső soron a tartós fogyáshoz tartós étrend változtatásra van szükség, az egészségesebb szokásoknak életmóddá kell válniuk. És ha egész életen át tart, nem árt, ha egyben hosszú élethez is vezet. Szerencsére a fogyáshoz a legjobbnak bizonyuló étrend talán éppen a legbiztonságosabb és legolcsóbb étkezési mód is, amely a leghosszabb, legegészségesebb élethez vezethet. Köszönöm!